Kintosz, a csodálatos görög sziget, a Ion tenger valódi kincse. Görögország legszebb strandjai közül többet is láthatunk a szépséges Zakynthos szigeten. A görög tájakat már több éve látogatta Kovács Emil Lajos, szatmárnémetiben élő festőművész. Ő volt az ötletgazdája egy ottani festőtábor megszervezésének, melyet 2018. júniusában sikerült megvalósítani. A közösségi oldalakon meghirdetett lehetőségre elsősorban művészberkekből sok jelentkező nyilvánított pozitív véleményt és óhaját a különleges kirándulásra. Hatalmas nemzetközi festőtábor alakulhatott jeles, kiváló festőegyéniségek részvételével és több más beállítottságú személyekkel. A kivitelezést egy turisztikai cég vállalta, és ilyenképpen nagy szakszerűséggel beindult és bonyolítódott le a 10 napos kirándulás. Minden mozzanata, perce, a turisztikai és különleges látványosságok, látogatások, hajóutak mellett a tulajdonképpeni célt is szolgálta, vagyis az alkotás vágyának kibontakozását biztosította, melyet az utolsó nap szervezett kiállításon láthattunk igazán. Gyönyörű tájképek születtek elsősorban, melyekből igyekezni fogok egy kis válogatást beleszőni a Zakynthoszi egyéb érdekességeit is bemutató filmben. A görög tájakon készült teljes festményanyagot egy külön összeállításban fogom közreadni, mivel nagysága számban a vártan felüli, a film hosszúsága tehát külön kiadást érdemel. Tengerpart, hullámok, napos idő, meleg, olajfaligetek, citromfák éppen a termés tetőfokán, rengeteg szikla, homok és még sorolhatnám. Kerül a gyorsan változó tájból a gépek lencséjére, melyeknek kis részét adhatjuk csak vissza végtelen gazdaságukból, melyet a néző, kiránduló, csodáló ember számára nyújtanak. Να μας χαρίζεται έτσι απλά. Κι αν μοιράζει αγάπη και λαχεία, μετά τους βάζει μια φωτιά. Μα εγώ θα ονειρεύομαι ακόμα και εσένα θα βλέπω που κοιτώ. Θα σε βρίσκω στις θάλασσες στο χρώμα, στον ήλιο και στο έκλαψα πολύ κι ύστερα βγήκα.
Θα έρθω που κι αν είσαι να σε βρω. Φόρεσα μπροστά μου ό,τι βρήκα και έκανα το δάκρυ μου θυμό. Δεν τη συγχωρώ τη σιωπή σου, ούτε που θυμάμαι τη φωνή σου. Ήθελα να είμαι απλά μαζί σου, όμως δεν το ένιωσες αυτό. Όταν πέρασε αυτή η νύχτα, εγώ δεν θα σε ξανά, για σένα δεν θα ξαναρθώ. Θα απαλλαγώ απ' τη συνήθεια, χωρίς εσένα να μισώ. Ζήσε τη ζωή σου. Elsősorban szeretném kérdezni az ötletgazdát, Kovács Emil Lajost, aki az odaérkezés első pillanatától kezdve az elbűvölő varázslat hatása alatt kezdett festeni már lakása teraszán. Kovács Emil a földközi tenger egyik partján álló szálloda teraszán festeget, akár csak otthon szokta, és itt a gyönyörű tengerpart és az a kilátás, ami itt a magasban is van, adja az illetet arra, hogy munka folyjon, festészet legyen ezen az idén szervezett görögországi kiránduláson is, hiszen olyan szép csapat állt össze itten, hogy majd a kirándulás végére egy kerek, nagy, szép gyűjtemény fog összeállni a tengerpartján festett képekből, az itteni tájakból, melyeket láttunk is, különböző hajós és autóbuszos kirándulások alkalmával, és szeretnénk, hogyha mindebből kikerekedne az a videófilm, ami dokumentálhatná majd azt, hogy igenis érdemes ilyen fáradtságot befektetni, és ilyen messzire eljönni Zakynthos szigetére, ahol vagyunk az idén, és itt is dolgozni, festőtábort szervezni, és nagy élményeket nyújtani mindazoknak, akik eljönnek ide, mindegy, hogy 40-en, 60-an vannak, vagy bármennyien, mert a munkák fognak majd árulkodni arról, hogy mi is az eredménye ennek. Kovács Emil volt az ötletgazda. A tavaly, ha jól tudom, gondolta arra, hogy illene nem csak kirándulni, nem csak szórakozni egy ilyen görögországi út alkalmával, hanem azt tenni akár csak mint otthon, megörökíteni és festményeket hagyni magunk után, mindenki ki maga után, aki ezt teszi, és hazaviszi azokat a látható gondolatokat azok számára is, akik majd otthon fogják a festményeket élvezni. Na, hogy is lett ez, Emil? Hogy lett belőle a kirándulásból festőtábor? Hát, mint minden kiránduláskor, nagyon sajnálom, ha nincs nálam festőfelszerelés. Ráadásul még arra is gondoltam, hogy ez másoknak is nagyon tetszene, és igazából úgy lehet megvalósítani a festőtáborokat, hogyha többen is vagyunk ugyanazzal a céllal, mert kiránduláskor rengeteg látnivaló van, és megyünk egyik helyről a másikra, viszont hogyha többen vagyunk festők, akkor ki tudjuk harcolni magunknak azt, hogy többet időzünk egy-egy helyen, és hát festői szemmel szemre vételezzük, és vászonra vigyük az élményeket.
ismerve egy csomó olyan festőt, alkotó művészt, aki hasonlóképpen gondolkodik, gondoltam, hogy megpróbálom őket is rávenni, hogy együtt fessünk ezen a gyönyörű vidéken. Hát megtetszett ez a szép vidék persze a tavaly ősszel, és hát végül is sikerült. Eleinte talán egy kicsit bizalmatlanul fogtak hozzá mindenki, aki nem ismerte a vidéket, aki balra gondolt, hogy ez milyen hosszú útnak az áldozatába kerül idáig eljutni, de végül is sikerült összeszedni a csapatot, és lám itt vagyunk, és már is van eredménye, a negyedik napnál tartunk, és már is van kézzelfogható eredménye az itt tartózkodásunknak, és gondolom, hogy a hétvégére ez szép eredményeket fog hozni. Hatása van a művészekre, a festőművészekre, hiszen kimondottan olyan különleges dolog, ami máshol nem fordulhat elő, úgy a szépségben, mint a földközi tenger vizének a zugásával. Lássuk, mit mond, mit szól ehhez Emil, milyen hatása van rá, és milyen hatása van esetleg másokra is ez a környezet. A tenger az megkerülhetetlen téma, akár az északiaknak, akár a délieknek, még nekünk is, akik olyan helyről jöttünk, ahol tenger nincs, és én amúgy is a hegyek festője vagyok, de hát ez ami itt van, ez kihagyhatatlan, ez nem hagy bennünket érintetlenül, úgyhogy mindenkit megihletett, aki itt van, és mindenki nagy szeretettel festi, mindenki belevetette magát a tengerbe, és már egyre másra születnek a tengert ábrázoló képek. Azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen képünk lesz, minden festőnek megjelenik a vásznán a tenger, és gyönyörű színek, gyönyörű kompozíciók fognak megjelenni. Még akkor is szép lenne, ha viharos lenne az időjárás, de viszont csak ezek a gyönyörű kis hullámok jönnek, most minden nap az idő így marad, szép marad, és természetes, hogy mindenki élvezi a környezetet, de már lehet élvezni azokat a képeket is, amelyek elkészültek és láttanak, hogy milyen lesz azon a napon, amikor nekünk számunkra utolsó nap lesz a táborozás, és kiállítás nyílik majd mindazokból, amelyek itt születtek ez alatt a néhány alatt, több mint egy hét alatt. Görögország nem hagyja, hogy csalódjunk benne. Itt azt mondják, hogy 9 hónapot a 12-ből süt a nap, úgyhogy nem igen számíthatunk rossz időre. Az, hogy most egy kicsit jobban mozog a szél, jobban mozgatja a tengert és hullámosabb, az csak szebbé teszi, és ezek a fodrok is gyönyörűek, és
nem egyszerűen csak vizet ábrázolunk, hanem tényleg látszik a képeken is, hogy hát ez a tenger, ez a földközi tenger, ez gyönyörű. Ugye hát a Jón-tengeri részen vagyunk, és gyönyörűek azok a színárnyalatok, amik a tengeren láthatóak. A kéktől az azurig, a zöldes árnyalatig, minden. Mint az előbb is mondtad, szerencsére a tavaly jött a fejedre ez az ötlet, hogy itt festőtábor is működjön. Tehát első alkalommal van az idén, de lehetne folytatása, és kijön belőle egy minden évben lévő tábor. Hát most úgy látom a dolgokat, hogy mindenki el van ragadtatva, és nagyon úgy néz ki, hogy lesz ennek folytatása. Amikor elkezdtük, akkor ezt nem gondoltuk volna, hanem egy egyszeri alkalomra számítottunk, és mindenképpen az egyszeri alkalom is nagyon megérte, meg nagyon megéri, hogy itt legyünk. De most amilyen lelkesedést látok minden egyes résztvevőben, úgy néz ki, hogy lesz folytatása. Hogy jövőre, hogy azután, hogy mikor, nem tudom, és az se, hogy pontosan itt lesz-e a folytatás, de lesz, biztos. Bárhol is legyen a görög tengerparton, biztos, hogy jó helyet lehet találni, akármilyen időben, ahol tábort lehet szervezni, lehet, hogy más szigeten, lehet, hogy más helységben. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Körülbelül, hogy csinálni fogjuk, mert arról van szó, hogy kimeríthetetlen a téma, tehát mind azt sajnáljuk, amit majd itt fogunk hagyni. Meg a másik pedig, hogy rengeteg fénykép, fotó is születik, ami majd további munkálkodásokra ad lehetőséget. A szervezők első invitálása a Navajo öbölbe vezetett minket, melynek párja nincs más tengerparti helyek látogatásakor. Alicanászon átsétálva a ránk váró hajóra szálltunk, és ott töltöttünk néhány órát a tengeren átszáguldó hajóút után. A Navajo öbölben egy partra sodródott hajóroncs teszi vadregényessé a fehér homokos tengerpartot. A meredek, hófehér sziklákkal övezett öböl tetejére is eljuthatunk a sziget belsejéből, robogóval vagy bérelt autóval. A bűvölet egyik csodájából a másikba esve, az öböl elhagyása után a kék barlangok, majd Xijia partjainál a kénes vizet csodálhatták a fürdőzők, vagy a hajón maradtak többsége, hiszen a mély víz itt komoly úszási tudást igényel.
Milyen gyorsan? Ez nem fog erre repülni? Nem, vagy itt van a hoverban. Ja, és van akkumulátor, a batéria? Mert én tudod, hogy használok batériatöltés is. Az egyik az nagyon első kapcsolat, hogy a hajolás miatt még a szállítószabon a motor nem akart elés. Sülkiszájót kiakasztani. Cikrázik. De nem biztos, hogy az négy állam olyan jó, mint a két. Az a fehér, látod is, az a két balon, ott a vízben. Azt kellett arrébb. Thank you.
A kék barlangok Zakynthos szigetének egyik jelképe. Rendkívül népszerű hely a turisták és a búvárok körében egyaránt. Szemet gyönyörködtetően kristálytiszta itt a víz. Ahogyan a tengervíz a sziklákra csapódik a barlangokban, még inkább láthatóvá válik a víz kéksége. Olyan nagy üregek vannak itt, hogy nem csak a kisebb motorcsónakok, hanem a több tízfős hajók is beszoktak menni a barlangokba. Xigia, Zakynthos északkeleti részén egy nehezen megközelíthető partszakasz, ahol a víz alatt kénforrások működnek. A környéken jellegzetes kénszag terjeng. Erre emlékeztetett rögtön az otthoni borkutak helye, illetve az egyes borvíz forrásokra. Nézeges, erre arra. Nagyszerű. Igen. És a hölgyeket szabad lesz filmezni? Persze, persze, csak nyugodtan. Na tessék, milyen jó. Egyszer élünk, ennyi sonkát úgyse gyűjtök össze, remélem még egyszer. Nagyon szép hely.
Zakintos fővárosát megnézni külön élmény a város melletti hatalmas teraszról. Autóval mentünk Bokali vára felé, ez egy kicsi aranyos városka, ahonnan festői kilátást élvezhetünk Zakintos fővárosára a tavernák és kávézók teraszairól. Odalent, a Szolomosz téren, ha felpillantunk a hegyoldalra, láthatjuk Bokali fényeit, valamint az éttermek közvetlen közelében lévő templomot. Amilyen csodás látvány tárul az ember elé, olyan mértékben nincs kitáblázva ez a hely. Autóval, kvaddal, robogóval egyszerűen fel lehet jutni, ha ismerjük az odavezető utat. Miután felértünk, a templomba is benéztünk, hiszen mintha tiszteletünkre szólaltak volna meg a harangok, páratlan koncertet hangoztatva. Innen van tehát a legnagyobb látványosság, a kilátás, hiszen a fővárostól egészen maratoni szíjig beláthatjuk a szigetet. Következő sétánk a fővárosba vezetett, annak egy másik templomába, majd a sétáló utcákra, melyeknek mindkét szélén éttermeket, teraszokat és ajándékboltokat látunk. A sziget fővárosa a keleti parton található, kifejezetten modern város. A sziget fő kikötője is itt van. Az 1953-as földrengés után mindent elkövettek, hogy az újjáépítés után Zakintos fővárosa régi szépségében tündököljön. A kikötőben álló Dionysos templom az egyik épület volt a mindössze három épület közül, mely a földrengést sértetlenül átvészelte. A várban, városban további szép templomok fedezhetők fel. Zakintos város egyik múzeuma a Bizánci Múzeum, melyben a földrengés előtti város kicsinyített modelljét
valamint a földrengéskor megsérült templomokból kiemelt festményeket és ikonokat találhatunk. A városközponttól északra könnyű sétával érhető el a Stráni-hegy, melynek tetejéről szép kilátás nyílik a városra. Zakynthosz a Görögország nyugati részén lévő Ión-szigetek harmadik legnagyobb szigete Kefalónia és Korfu után. Területe 406 négyzetkilométer, hossza 40 km, szélessége 20 km. A szigetnek sok homokos partja és több Európában egyedülálló, a kontinens legszebbjei közé tartozó természeti látványossága van. Ugyanakkor, ha valakit kifejezetten érdekelnek a más görög szigetekre jellemző régi építészeti, történelmi emlékek és épületek, annak tudnia kell, hogy Zakynthosz ezekben hiány szenved. Részben a katasztrofális Richter-skála szerint 7,3-as, a sziget épületeinek teljes pusztulását hozó 1953-as földrengés következtében, majd 1953 után 2006-ban is földrengés sújtotta a szigetet, ezúttal 5,9-es erősségű. Ez már azonban az 1953-as földrengés után hozott rendkívül szigorú építészeti szabályoknak köszönhetően károkat nem okozott. A sziget megpróbáltatásai itt még nem értek véget, néhány hónappal a 2006-os földrengések után erdőtűz pusztított itt. Zakynthosz partvonalának hossza 123 km. Partjai homokosak és sziklásak, melyek főleg a sziget déli és keleti részén vannak, mivel a nyugati és északi terület hegyes, sziklás. A leghíresebb strandok mellett rejtett sziklás öblök is felfedezhető. Kirándulásokat főleg a helyi szigetekre szerveznek innen, bár Zakynthosznak sok szépsége van, amit érdemes felfedezni, gyönyörű és felejthetetlen nyaralást lehet itt eltölteni. A zöld szigetnek kifejezetten gyönyörű strandjai, szép hegyi falvai, kolostorai vannak. Laganasz a strandolás napja volt. Laganasz bársonyos homokú, enyhén ereszkedő 9 km hosszú partjaival mágnesként vonza a peloponnészoszi görögöket és külföldieket is, nyáron ezért meglehetősen zsúfolt. A strandnál sok taverna közül választhatunk, és a főút mentén is találunk tavernákat, bárokat és éttermeket. Kitűnő helyszín a vízisportok kipróbálásához, van itt diszkó, szabadtéri mozi, Zakynthosz kikötője innen 7 km-re délre fekszik. Laganasz Zakynthosz legnagyobb, leghíresebb, leghírhedtebb üdülővárosa, főleg fiatalok körében népszerű, tipikusan 18-30 éves korosztály célpontja. Európa legnagyobbjai közé tartozó klubok vannak itt. Rendkívül jól kiépített hely, lehetőség van búvárkodásra, gokartozásra, minigolfozásra, bowlingozásra és lovaglásra is. Rengeteg üzlet és étterem gondoskodik arról, hogy az itt nyaraló, bulizó turisták semmiben sem szenvedjenek hiányt. Itt van a sziget legnagyobb, 9 km hosszú, finom homokos strandja is. Laganasz strandja híres, a Zakynthosz jelképének számító álszerepes teknősökről is. A fokozottan védett állatokat azonban ne bántsuk, ne zavarjuk, és a partra lerakott tojásaikra vigyázzunk. A gyönyörű teknős sziget Maratonisi, mely amellett, hogy szép lehetővé teszi a teknősökben és tojásaikban való gyönyörködést, mindenképpen érdemes a szigetre átmenni.
A nyugati szigettúra Robinson partokon, vagy az északi szigettúra vonzó partjaira látogathatnak a kirándulók, akik inkább nem festettek, hiszen a vásznakat, ecseteket sem lehetett magukra hagyni, annyi kínálatos, csodás téma között. A déli szigettúra változatos programja ugyancsak érdekességeket nyújtott. Gerakas, Zakynthos egyik legszebb strandja, ahol az itt költő teknősök miatt fokozott óvintézkedéseket láthattunk. Az aranyhomokos tengerpartra egy meredek úton juthatunk le. Gerakas partszakaszáról nagyon jó kilátás nyílik a szomszédos, teknős alakú Maratonisi szigetekre is. A Caretta Caretta nevű teknős a sziget ékessége, ami csak itt fészkel. Éjjel azért nem járnak a repülők, mert a kikelő kis teknősök a hold világánál indulnak első útjukra a tengerbe. A sziget szinte teljes marketingje a teknősökre alapoz. Teknős kapható plüss, kerámia, fa és mindenféle formában és méretben minden utcasarkon. A teknősök védelme meglehetősen álságos. Önkéntesek vigyáznak a Nemzeti Parkban a teknős tojásokra, és valóban felszólítják a turistákat, hogy fegyelmezzék magukat, ne tapossanak a védett zónán. Ugyanakkor külön kirándulásokat szerveznek üvegfenekű hajókkal teknősüldözésre, ahol egy szerencsétlen teknőst, aki a kikötőben lakik, mutogatnak óránként 1000 embernek. Rendesen, mi rád, rád mosolyogunk. Hogy? Villancsunk valamit? Hát látszik valamit az első néme. Vegyem le a kacsát. Az Ion tengeren található Zakynthos hozzávetőleg egy magasságban, Szicíliával, a görög szárazföld legdélebbi részét képező Peloponnészoszi félsziget nyugati oldalával szemben egy órás kompozásnyi távolságra van, kb. 20 km. A teljes partvonal 123 km-es, a helyi lakosság száma 40 ezer körül van.
klubban vagyok? Ilyen protekcióm van. Aztán a hasznos és érdekes látnivalók minden mozzanata kiegészítődött a szórakozással, melyet akár helyben, az Epsilon vendéglőben és teraszán, de különösen a tiszteletünkre szervezett görög est folyamán tapasztalhattunk a Lemon Tree Garden termő citromfákkal borított taverna teraszán, vagy sok más helyen bárhol. A kiváló ételek közül én a halételek gazdag kínálatát használtam ki, olyanokat is, amit eddig nem ettem. Lássunk néhány percnyi mulatozást a Lemon Tree tavernából. Bele. Hát az olajfák is gyönyörűek. Valahogy azt hiszem, hogy a gyöngyhöz, vagy a gyöngykagylóhoz hasonlóan szerintem ez a mostoha körülményeknek a nyomán alakul így ki. Az itteni száraz éghajlat miatt van ez, hogy ennyire göcsörtösek, ennyire karakteresek ezek a fák, és hát mindegyiknek külön története van, vagy azt mondhatnánk, hogy mesélnek. Annyira bennük van a történet ezekben a fákba, ahogy ezek hajladoznak, amilyen görcsbe rándul a törzsük, és évszázadokról mesélnek. Vannak köztük nagyon-nagyon öregek. Itt a szigeten, nem a mi környékünkön, de egy másik részen van egy olajfa, amiről azt mondják, hogy 2000 éves, akkora történelmi múltja van, hogy mennyi mindent láthatott ez a fa. És ez valahogy benne van a törzsébe ennek az olajfának a vonalaiba, és hát ezt kell tudni kiolvasni, ezt kell tudni megfesteni.
Most ez ami itt van, körülöttünk, én nem tudom, hogy ezek hány évesek, de vannak nagyon gyönyörűek köztük. És mindezek bármennyire is öregek, még mindig termőfák. Igen. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan téma, ami különleges, ami itteni, ami mellett nem tudunk elmenni. Otthon ilyet nem találunk. Nálunk is vannak gyönyörű fák, de a mieink másképp gyönyörűek. Ezek megint másról mesélnek. Úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor ezt ragadjuk meg. Igen, és ez meg a többi más, amiről beszéltünk, az mind olyan különlegesség, amire nincs lehetőség minden nap, nincs lehetőség túl sokszor se az életbe, hiszen nem csak az élményt és a pihenést már, akinek a pihenést nyújtják, hanem ezt az egész kiváltságos helyzetet, hogy a görögországi szigeten nagyon érdekes minden, ami látható és található. Te először vagy itt, vagy 50-szer? Itt ezen, ebből a táborból most először. Sőt, tehát úgy tudom, hogy nem a tábort mondom, hanem Zakintoszt. Zakintoszon először. Első? Első. Ezért vagyok belelkesebbre. Itt egy olyan egyszerűen. Itt hogy nem egyszerűen. Na, megint csodát csinálsz ott. Most már első nap kinéztem ezt a témát. Szeretném ezt megoldani. Mindig egy csoda, hogyha mediterránba mehetek, mediterrán világba.
lett el a jó sorsom festeni, és ez egy csodálatos lehetőség volt nekem, hogy eljöhettem ide Zakinth a szigetre festeni. Miután 9 évben keresztül többször visszatértem Dalmáciába festeni, és most ez az alkalom, ez egy kicsit egy ilyen továbbfejlesztése annak az élménysorozatnak, ami engem akkor ért. Tehát tavasszal, ősszel minden évben festhettem Huár-szigetén, művésztelepen, és azok a benyomások, amik akkor leülepedtek, és azok most újra, egy új élménnyel és egy új energiával tudok nekiállni, azok újra hatással vannak rám, és teljesen új világba csöppentem, de mégis a régin alapúval. Valami eszmenet, mennyi úristen. Nagyon élvezem, hogy itt lehetek, és egyszerű dolog. A színek, a fények, a mediterrán világ. Nekem az otthonom az ilyen. Látom, nem... Otthon érzem magam már is. Nagyon jó. Látom, nem probléma neked az olajfa, akár csak otthon a diófa, vagy a távolban lévő tenger vize és a tengerpart, bármilyen motivumok között található az, mert látszik a képeiden, hogy nem csak nagy hozzáértése, hanem lelkesedéssel is készíted azokat, és hát nem tudom, hogy szándékod szerint milyen lesz az a sorozat, bizonyára, hogy nagyon-nagyon jó, amit szeretnél összehozni itt ezen a Zakinthoszon 2018-ban. Számomra egy nagyszerű lehetőség, és most minden megteszek ért, hogy egy olyan mediterrán Zakinthos sorozatot hozzak létre, amit úgy már szívem vágya volt régen. Mondom, egyszer elvett ide az élet, akkor, vagy akár a görög szigetekre várhova, de ez egy csoda nekem most, hogy itt lehetek, és hogy ebből a legjobbat kihozni, az, ami úgy bennem mocorog ebből a gyönyörű világgal kapcsolatban, és mindig új felfedezések, új motívumok, és mégis valahol azonos, és mégis más. Gyönyörű. Olyan hatások érnek, amit ezt most gyorsan próbálom magamból úgy kifesteni. Van. Mivel plenerfestészetet űzök, és már elég régen, abba ástam bele magam a plenerfestészetbe, és itt viszont az azonnali benyomás számít. Mindig a legfontosabb a rögtön, az impresszió. Citromligetbe festeni egymás után a képeket, és a fák tele citrommal itt-ott, még a földön is. Igen. Hát óriási élmény volt. Talán már tapasztaltad, mert találkoztunk Apvízbányán is, igen, hogy minden egyes másfajta táj engem annyira elkap, és olyan lendületben jövök, hogy szinte éjjel-nappal festek. És ugyanígy jártam, nagyon örültem, hogy a Marian említette ezt a citromligetet, hát valami bámulatos szép. Pire sto le mosso, pezzi. Sto la noia
Artemi, stigli per se fogli. Sì, ti sei pure, ora noi sei mogli. Ti sei la moglie, ora noi sei mogli. Spadurano i arte mistichi per sefogni. Tata via che stino mordia, moro mui sei mogni. Tata via che stino mordia, moro mui sei mogni. Che sia un amico ignoso. Un morfizzi rigotissa e vi resto le mosse. Un morfizzi rigotissa e vi resto le mosse. Fagioli, i sapsuda, porta se ti rape suda. Rikse, brama, rikse. La 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 la
van egy ilyen... Hoppá! 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 Össze! Borsa, campo bubirola, e chiaraste da peria. Camarrono vogli tutti di bravia velo te via velo media ti vogli una gusti a tu forse che da peglia e ma forse cremasti la 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 la. Úgyhogy nem is tudom, hogyha valaki ezt összeszámolta, hogy hány munka van itt, hogy kinek hány munkája van. Rengeteg munka született. Egy nagyon bőséges kiállítási anyag. Az nagyon elgondolkoztató, hogy ha ebből lesz valahol valamilyen rendesebb kiállító térbe valamikor valami, akkor ez hol lehet és mennyit lehet ebből kiállítani, mert az tényleg nagyon sok munka. Képzel szerintem lehet a város galériájában. Ennyi anyag befér? Hát van két terem. Hogyha ez be van keretezve, meg úgy rendesen. Nem kell feltétlen az összes. Na azt mondom, hogy ez így nem fér be, hanem csinálunk elő egy válogatást, és akkor lehet belőle egy kiállítást csinálni. Szerintem érdemes megmutatni azt, hogy mit csináltunk itt. Érdemes megmutatni azt, hogy milyen szép ez a hely. Bizonyára sokan tudják, de nem elegen. És hogy lehet szórakozva dolgozni, és lehet úgy ilyen szép dolgokat létrehozni, hogy még közben jól is érezzük magunkat. Én megmondom őszintén, hogy nem számítottam ennyi munkára, azt gondoltam, hogy eljövünk, mindenki fog valamit csinálni bizonyára, de hogy ennyire, és meg kell, hogy mondjam, hogy csodálatra méltó, a feleségem is mindig csodálkozott, nézte az erkőt. Mindenki jön, sűrök, forog, viszi az állványt,
megy és dolgozik. Általában a táborokban is szokott lenni, de ennek volt egy nyaralási oldala is, és amellett mindenkinek jutott ideje dolgozni. Én mindenkinek nagyon megköszönöm. Azt hiszem, hogy ez mindnyájunk számára egy lehetőség volt. Én mondtam az elején, hogy nekem is sokat jelent az, hogy nem csak egyedül kellett menjek az állványra, hanem egy bátorítás az, ha látom, hogy körülöttem dolgozó emberek vannak, és hát mindenkinek azonos a divije az enyémével. Csináltam emlék magukat, azokat dolgoztak, és szeretném ezeket, addig az egészet ugye, ahogy van. És hogy maradjon valami emlékünk arról. Gyertek ide, mert hogy kínálnak nem is valami semmit. Van még, gyertek ide át. Úgyhogy ezeket szeretném átadni. Nagyjából ABC sorrendben vannak, úgyhogy Arató Ilona. Nagyon szépen köszönöm. Dalló Andrea. Bék Kovács Márta. Blejher László. Bottyán Marianna. Közöllik a partra kíváncsiak hada. Milyen élmény nyújt a hűstenger habja? Ki a tombos táj zegzugeit járja, másnak tengervízben ázik fájlos lába. Jónok kedvessége mindenkit felvidít. Ez a néhány nap sok szívet átheri. Addig kóstolgatják rablóhús cacikit, majd az úzót, friss bort egymásra üríti. Éjszaka a holcs, a sejtelmes fények, mint Szent János bogarak, minden betetítnek. Szerelemre indít mindenkit sok élmény, kit a tenger hangja, mást egy szép női lény. Ismerjük meg titkát ősi Zakintosznak, rögzítsük az élményt majd az utókornak. Ez az érkezésünkkor született. Amikor itt éljük már a festőtábor, a Alikánoszok, 40 festő jött az ősi görög tájra keresni új élményt, s fektetni vászorra, más akvarell, pasztell technikát alkalmaz, rögzíti az élmény, mint a táj sugalmaz. Zakintos szigete, Alikánosz falva, kedves lakóinak oly vidám a hangja, tenger hullámait a szél korbácsolja, sokan térdig lépnek a fehér habokba. Hajókirándulás sok sejtelmet feltár, kék barlangok titkát, vagy amit elég tár. Teknősökkel úszni jó tenger vizében, sok új élmény, érzés költözik szívünkbe. Élvezzük a görög-magyar barátságot, daloljon a szívünk, s mondjuk imádságot. Sok született, de még egyet azt mondták, hogy én ezt mondjam el, a tengerről szól. Az ég szürke volt a jón tenger felett, ám de hajnal fény gyúlt a horizont meget. Lassan vörös korong emelkedik fölé, fénye tenger sikját szélesen ölelé. Változik a fénye, tükröződő hídja, a tűzvörösből átvált aranyhídra. A tengerből kerül fel a nap, a tengerről indul a szél, hullámokat sodorva parthoz érve nyugodni tér. Tenger fénylik a nők szemében, férfiak ajkán a tenger íze, ritmusa reng a nők csipőjén, érte dobog a férfi szíve. A tenger hordozza a hajókat, mosdatja a kopár partokat, adja olajfáknak az esőt, a tenger tanítja a népdalokat. Köszönöm, hogy megtaláltam. Köszönjük szépen!
Balázs, megírtad a gitár improvizációt. Mindenkinek gratulálok, hogy nagyon, nagyon termékenyek vagytok, és csodaszépek a művek, amiket csináltok. Megragadnám az alkalmat, hogy én is megköszönjem nektek, amit hoztatok nekünk. Ahogy Ádám mondta, ilyen csoportom még nekem sem volt, mivel még egyáltalán nem is volt, de egy csodálatos indítás. Mélyvízre, igen, ez már csak felfelé jöhet az út. Nem, tényleg, amúgy a mélyvíz is nagyon szép, amit láttuk, gyönyörű kék színeket hoz ki a művészek ecsetéből. És ami ugye nekem egy, hát egy ilyen külön élmény, személyes befolyás részletekről az, hogy ma én is festettem egyet, és ez így, hát jó, én így a gyermeki énemet, de azt élem ki, de hát ugye középiskola óta nem ügyködtem semmi ilyesmit, úgyhogy ez jól esett a lelkemnek. Inspiráció voltatok, és hogy nekem is, hogy egymásnak is ezt látjuk itt a képek gyönyörű során is, és hát szeretettel várom mindenkit vissza, én is. Taps nektek! Ez azt is jelenti, hogy ha ilyen csapatotok még nem voltak, hogy itt a lelkesedést elnézem, azért még lesz. Remélem én is. Szerintem én is. Köszönöm. Távol talapítottál. Hét hétig. Elhúzok másokat. Szerintem. Most már ezt írom, ugye? Ugye? És üdülő napjaink végére értünk. Itt csak cseppnyi ízelítőként mutatunk néhány alkotást, melyek szerzői dicsőségére válhatnak, és melyekkel büszkélkedünk, hogy a helybeliek és ugyanakkor a mi büszkeségünk. Mert ilyen csoportot lehetett szervezni, melyet kimagasló hozzáértéssel, sok figyelmességgel és tapasztalattal rendelkező idegenvezetőink irányítottak, Bota Ádám és Dobos Anna Mária, akiknek köszönjük az ott szerzett élményeket.